Tájékoztatjuk Önöket Magyarország területén működő, valamennyi fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben elrendelt látogatási tilalmat, a COVID-19 fertőzéssel nem érintett szervezeti egységek vonatkozásában feloldásra kerülnek. A COVID-19 fertőzéssel nem érintett szervezeti egységek vonatkozásában a látogatási tilalom továbbra is érvényben marad. Nagymély László Erzsébet tájékoztatja Önöket, hogy az országos tisztifőorvos 133.05/57/2020/EU-ig határozata alapján a Kátai Gábor Kórházban 2020. március 8-ától elrendelt látogatási tilalmat a maszk kötelező használatával és a 1,5-2 méteres személyes távolságtartás biztosítása mellett az alábbiakban felsoroltak betartásával feloldom. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az előszűréseket a látogatók is kötelesek igénybe venni, az ebből adódó esetleges kellemetlenségért előre kérjük szíves elnézésüket, türelmüket. Köszönjük! Az osztályok látogatási idejének szigorú betartása mellett egy betegnél azonos időtartamban egy, maximum 2 főlátogató tartózkodhat, maximum 20 percig. Intézményünkben a látogatás hétköznapokon 14 óra és 19 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 10 óra és 19 óra között engedélyezett. Az intenzív terápiás osztályon minden nap 14 óra és 16 óra között, illetve tekintettel a gyermekek napirendjére a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon minden nap 14 órától 17 óráig engedélyezett a látogatás. Kérem, hogy lehetőség szerint a látogatás idejére elsődlegesen az intézmény udvarát vegyék igénybe.